2013 nyarának elején felkerekedtünk, hogy végiglátogassuk sorra alakuló vidéki csapatainkat. Elsőként a kecskemétiekhez utaztunk el. Meglepetésünkre Böszmen nem csak beindult, de még megérkezésünkkor is egyben volt. Kecskemét 115 ezer lakosából több ezren élnek bűnözésből, és a kerékpárok előkelő helyen szerepelnek a tolvajok célpont listáján. De gyakoriak a rablások, betörések, sőt, az emberölések is. A kecskeméti tolvajkergetők lelkesen fogadták a pesti csapatot, és mindjárt neki is láttunk két csali kerékpár előkészítésének. Számukra ez lesz a tűzkeresztség, az első éles akció. A város lakóinak többsége ilyen olcsó bringával jár, és előszeretettel lopják is ezeket. A pályaudvarhoz tettük ki, ahol naponta tűnnek el kerékpárok. Bár ha ellopják, csak szabásértés lenne, hiszen 5000 forintot sem ér, a benne levő jeladók azonban jó 70 ezer forinttal megemelik az értékét, és így már bűncselekmény az eltulajdonítása. A pestiek veterán Csali Játa már 14 alkalommal ellopott és megkerült Tigrist, a város másik végébe vittük. Az Erzsébet körúti Penny Market kerékpártárolóját választottuk Kileshelynek. A helyiek szerint innen is rendszeresen tűnnek el biciklik. Tigrist a szokásos vékony sodrony lakattal rögzítettük, a kamerát pedig az 50 méterrel arrébb parkoló Böszme szélvédője mögött rejtettük el. Két órával később kaptunk riasztást. Tolvajaink kitűnő alkalmat nyújtottak, hogy a még fejlesztés alatt álló mobiltelefonos követő alkalmazást élesben teszteljük. Útvonaluk a Zsinór utcán vezetett a város keleti széle felé. Az első éles riasztás. Mit érzel? Izgulok. És mi fog történni szerinted? Elkapjuk. Azt a városnegyedet, amerre a kerékpár elindult, egy elég jellegzetes néven nevezik itt a városba. Hogy hívják? Gettó. Nyomás utánuk, de először is megálltunk Böszménél, hogy a felvételt visszanézzük. A kamera kiváló minőségben rögzítette a bűncselekményt. Íme az elkövetők, szeretett hazánk rejtett erőtartalékai. Rögtön felfigyeltek a kerékpárra. Szinte látni a szemükben a szakmai érdeklődést. Látszólag tovább mentek, de nem túl messze. Egy darabig figyeltek, majd a fiú visszament az áruház bejáratához. Amint tiszta lett a terep, megjelent a lány. Figyeljük csak, milyen rutinosan nyitja ki a kínai számzárat. Igen, pontosan 2 másodperc alatt intézte el. És már jön is vissza a fiú, még arra is volt gondja, hogy a bűnnyelet eltüntesse. A lepusztult Zsinór utcán a tolvajok nyomába eredtünk, nem valami luxus környék. A tolvajok a térkép szerint 10 percre megálltak ezen az utcasarkon. Vajon hová mentek be, kivel találkoztak? Innen a Praktiker áruház felé mentek tovább, és a közeli kórház utcában álltak meg. Helyi csapatunk szerint azonban ide jobb, ha nem megy be fehér ember, még csoportosan sem. Elég volt megállni az utca végén, a főúton már is felfigyeltek ránk. Amikor pedig végig kerékpároztunk az utcán, ez lett az eredménye. Nyugi, nem vagy benne, nyugi! A rikácsolásra több száz felbőszült cigány szaladt össze. Nem álltunk meg filmezni őket, mert többen is baltákkal, szamurájkardokkal jöttek elő a házakból. Visszatértünk a Praktikerhez, és kihívtuk a rendőrséget. Kihívták ők is a rendőrséget, és azt hiszik, hogy mi felderítők voltunk, és valószínűleg valami náci szervezetnek vagyunk a tagjai. Szóval elég abszurd gondolataik vannak. Igen ám, de a kórház utcában a rendőrség sem megy szívesen, hiszen a rettegő romák a rendőrautóra is gyakran rátámadnak. Egyikünket beültették a hátsó ülésre, és végighajtottunk az utcán a rádiós irányadó jelei után kutatva. Megállásról szó sem lehetett.
sajnos hiába. A tolvajok már biztosan hozzákezdtek Tigris szétszedéséhez és megtalálták a jeladót. De így is tudtuk, hogy itt van, és hogy három ház közül valamelyikben kell keresni. Megint visszatértünk a praktikerhez, és a rendőrök erősítést hívtak. Civil ruhás nyomozók érkeztek a megyei készültségi csoporttal, ez már elég komoly erő volt, hogy kimerjenek szállni a kórház utcában. Közülünk azonban ismét csak egy főt tudtak magukkal vinni, és szigorúan a lelkére kötötték, saját felelősségére tartott velük, mert még így sem tudják garantálni testi épsége védelmét. A kamerát pedig ne nagyon vegye elő, mert az a kiszámíthatatlanságig irritálja a romákat. A komoly csapaterő szerencsére elvette a képzelt náciktól félőrült elrettegő cigányok támadó kedvét. Az intézkedést félbe kellett hagyni. Az első ház átkutatása után a parancsnok attól tartott, hogy megtámadják kollégáit. Üres kézzel távoztunk a kórház utcából, ahol már számtalan kerékpár nyomtalanul eltűnt. Tigris valamelyik szomszédos házban rejtőzött, de nem bukkantunk a nyomára. Másnap reggel elbúcsúztunk a kecskeméti csapattól, mert már vártak minket Debrecenben. Tigris nélkül szomorúan távoztunk Kecskemétről. 14 győzelem után a 15. küldetésén oda veszett szegény. A pályaudvarhoz kitett csalit nem lopták el. A tigrisek azonban nem szoktak csak úgy odaveszni. Délután utánunk telefonáltak Kecskemétről. Sikerült elfogni a tolvajokat, és Tigrist is megtalálták a rendőrök. Estére vonattal meg is érkezett hozzánk Debrecenbe. A primitív barmok kalapáccsal próbálták szétszerelni. A hátsó kereket kifeszegették a helyéről, az agyváltó beékelődött. Letörték a sárvédő pálcáit, összekarcolták a váz fényezését. De ezek mind javítható sérülések. A rádiós jeladó eltűnt róla, de azt is pótolhatjuk. A Spybike működött, de az akkumulátor lemerült, ezért nem láttuk, amikor tovább vitték a kórház utcából. A bűnözőket a videón buktatta le. 24 óra alatt csaknem 100 000-en látták, és több kecskeméti hírportál is közzétette, s másnapra már ismert volt a nevük. Kiderült, hogy azért álltak meg a Zsinór utcán, hogy egy orgazdával találkozzanak. Ő vitte tovább Tigrist a kórház utcába, ahol 5000 forintért eladta. Aztán visszatért ide, ahol egy élelmiszerboltban felváltották és elfelezték a pénzt. Az nem derült ki, hogy kivette meg a kerékpárt, de a hatalmas felhajtást látva a kórház utcában úgy döntöttek, jobb lesz véletlenül megtalálni és visszaadni. A bravúros nyomozást ezúton is köszönjük a kecskeméti rendőröknek. A bandát pár nappal később gyorsított eljárással állították bíróság elé. Kirendelt védőjük azonban sikeresen megakadályozta az ítélethozatalt, ezért hagyományos eljárásként újra kellett kezdeni. Filmünk megjelenéséig még nem született ítélet. Tigrist még aznap, amint megérkezett és kijavítottuk, bevetettük Debrecen utcáin. Vele három további csalikerékpárt is kihelyeztünk. Reggel azonban mind a négyet érintetlenül ott találtuk, ahol hagytuk. Később még kétszer látogattunk Debrecenbe forgatni, de mindannyiszor hiába. A helyi csapat sikereinek és a média támogatásának köszönhetően ugyanis a Civisvárosban fél év alatt töredékére esett vissza a kerékpárlopások száma. Míg 2012-ben heti 6-8 esetet jelentettek a rendőrségnek, 2013-ban ez heti 1-2-re csökkent, és a debreceni csapat egyre ritkábban kapott riasztást.